Sziasztok! Itt állunk Kishegyesen a szülőfalumban, egy hatalmas viadukt alatt, amely a most épülő Budapest-Belgrád vasútvonal része, és azt nézzük meg, hogy hogyan áll a szerbiai szakaszon az Újvidék-Szabadka rész, mivel a Belgrád Újvidék már elkészült, Szabadkától Budapestig viszont Isten tudja, hogy mikor fog bármi is megtörténni. Ez a szakasz már kb. Kész, évvégén fogják átadni, és kisfilmünkben megpróbálunk pár érdekességet bemutatni, illetve ennek a vasútvonalnak az értelmét kutatni. Amit így kívülről egy egyszerű ember lát, hogy szépen megcsinálták, csak a hiányosság az, hogy nincs a faluval összekötve. Szép épület, minden rendben van, kocka, minden, ahogy el tudja az ember képzelni, csak nem tudod megközelíteni. Itt állunk a Kishegyesi vasútállomás romos épületeinél. Ez az egykori raktárépület már rég nem szolgál semmire, a teteje is beomlott, engem leginkább egy mexikói templomromra emlékeztet. Másik oldalon van a vasútállomás, és hát az történt, hogy 2 éve itt elkezdődött az építkezés, és a kínaiak építettek nekünk egy vasutat. A kínaiak adtak nekünk ugyan vasutat, de ez a renyészetté váló vasútállomás nem lesz felújítva, és egyáltalán nem fog megállni a vonat, tehát itt személyközlekedésre nem lesz lehetőség. Szóval adtak nekünk a kínaiak egy vasutat, amit rohadtul nem fogunk tudni használni közlekedésre, vagy át kell menni Topolyára, hogyha ott majd megáll valami, illetve egy új vasútállomás épül, amit majd meg fogunk nézni. Szóval, hogy akkor így úgymond a nép csodálkozik, hogy akkor most mi lesz? Hát mindenki, hát várják. Megcsinálták a szép állomást, minden modern, minden rendben van, nem tudunk oda menni, ha esik egy eső. Hogy? Akkor mindenki van. A politika nem az én vagy a többi ingázó munkás érdekeivel indokolja ezt a gigaberuházást, hanem a gazdasági fellendülés illúzióját vagy ígéretét tűzték ki zászlójukra. Én úgy gondolom, hogy a kínai áru behozatali, kínai import, illetve kínai áru disztribúció Európa szinten, az nyilván egyfajta szinten megvan oldva a kikötők. A kulcsfontosságú szereplők ebben a kérdésben, a mi régiónkat a Rijekai kikötő látja, leginkább a legnagyobb raktárak pedig az északi tengereknél lévő kikötőket szolgálják ki. Úgyhogy olyan nagy kínai raktárrendszer az nem létezik tulajdonképpen Kelet-Európában. Budapest jó eséllyel pályázik erre a titulusra, hát ez nyilván attól függ, hogy milyen kereslet mutatkozik továbbra is a kínai behozatalra, illetve mennyire tud Budapest megfelelni ennek a közép-európai központ vágyálomnak. Azért nyilván ennek másnak is lesz beleszólása, és számtalan olyan védővámmal, vagy védőmechanizmussal meg tudják fúrni ezt a budapesti elképzelést, ami nem biztos, hogy akkor később így visszatekintve indokoltá tenni ezt a mostani beruházást. Egyébként a Rúzsa Magdi, aki Kishegyes szülötte, hogy így mondjam, itt nevelkedett, ő is készített egy dalt a Hazataláz címmel, és az is itt játszódik, csak akkor még közlekedett a vonat, de ezt most elvesztettük örökre, úgy tűnik. Viszont kaptunk szintén egy hatalmas viaduktot, ami mindjárt látni fogunk, ami 589 méter hosszú talán. Mindent összevetve túl nagy kölcsönökből, gazdaságilag nem teljesen racionális beruházásról van szó, de egy olyan országnak, amelynek nagyon sok döntési lehetősége nincs, nagyon sok válaszút nem áll előtte, egy út, amelyet bevállalt is, akkor ebből kell kihozni a maximumot. Itt az a baj, hogy a partnerek is fel kell, hogy zárkózzanak ehhez a közös akcióhoz, abban az mértékben, hogy ez működni is tudjon, és azt látjuk ma Magyarországon, hogy
hogy nem olyan ütemben halad az építkezés, mint Szerbiában, ahol a napokban át is fogják adni az első állatokat, illetve Újvidék és Belgrád között már nagy sebességgel működnek ezek a olyan sebességgel működnek a vonatok, ami Nyugat-Európában a 80-as években már megszokott. Nálunk is hasonlóan fog talán működni, de mi történik akkor, amikor a határhoz érnek ezek a vonatok? Itt problémát jelent az, hogy Európai Uniós ország nem használhat kínai technikát, a kínai beruházó pedig minden szinten ellenőrizni szeretné ezt az építkezést, nem hajlandó kompromisszumra. Mi az értelme ennek a szakasznak, ha a teherforgalom beláthatatlan időkig nem igen fog elindulni a tengerpart felől a kikötővárosokból, hogy összekösse mindez Budapesttel és aztán Nyugat-Európával. Ugyanakkor, hogy mi az értelme a személyforgalomnak abban az értelemben, hogy sok helyen nem fog megállni a korábbiakhoz képest, tehát amikor még a monarchia idején felépült ez a szakasz, amelyet most így teljesen átépítettek. Ez Magyarországon történik, ennek a hatalmas összegű építkezésnek a megvalósulásával, hogy korrupciót látunk mindenhol, hogy nem megfelelő beépítéseket, hogy műszakilag ellenőrizetlen alapanyagokat helyeznek el a vágányok biztosítására, és ez még csak a kezdet. Itt állunk az egykor Leninről elnevezett utca utolsó házánál. Korábban, amikor itt mindent bontogattak, akkor több roma is kijárt felszedni a régi rézkábeleket. Körülbelül ez volt a falusieknek az egyetlen munka lehetőség, amit ez a kínai építkezés adott. Most érted, itt kimegyek Loftyanászra autóval, és akkor eljutok Szabadkáig, és akkor átmegyek Szegedre, Szegedről Pestre, és akkor egy nap alatt fölérek megint, mint régen körülbelül. Tehát amikor diák voltam, napos program volt. Itt állunk a Loftyanáci vasútállomáson, illetve amely Loftyanász Máli Ígyos nevet viseli, viszont a Kishegyes nevet magyarul nem írták ki, noha elvileg a kétnyelvűség az garantált, vagy, és igen fura, hogy a pusztaságban állunk körülbelül, és mégis egy nagyon modern vasútállomás épült. Lift is épült, tehát hogy ez egy teljesen modern vasútállomás, ami meghaladja gondolom a magyarországi standardeket is, de amit láttam akár Európában is, nem tudom, Hollandiában nem sok liftet láttam. És hát hatalmas parkoló van, vagy hát hatalmas, de mindenképpen úgy tervezik, hogy ide emberek fognak kijárni autóval, és aztán irány a nagyvilág. Nyilván, mint minden egyes városon átfutó új építkezésnek, itt is az első nagy problémája a kisajátítás, illetve az állami tulajdonú földeken kívül eső magántulajdonban lévő épületeknek, termőföldeknek a felvására során mutatkozott meg. Itt nem egyenlő módon lettek kifizetve ezek a négyzetméterek. Tehát tudok olyan személyről, aki a város szélén jóval kevesebb összeget kapott, egyébként ugyanúgy átmegy rajta, meg ugyanúgy építettek rajta, ugyanúgy műveleti terület volt, mint más, akinek esetleg befolyás lehet volna erre. Nem beszélve arról, hogy annakat is tudunk, de ez mind szóbeszéd, de tudunk olyanokat is, akik előre értesültek arról, hogy hol fog futni a vasútvonal, hol lesznek esetleg raktárak, vagy más operatív jellegű épületek, és akkor ilyen előfelvállásokat is folytattak ezek. Ezeket érdekes lenne kivizsgálni, de hát ezek minden jogilag teljesen legális módon zajlik. Aztán az is érdekes kérdés, hogy mi van azzal, akinek például a háza mellett megy el a vasútvonal, hogy a szomszédjától megvették mondjuk egy olyan összegét, amit tudott tulajdonképpen épületét cserélni, nagyon nagy vagyonosodásokról nincsen is szó, de ez egy mértékkel kimért területig zajlik, ahonnan kezdve pedig a szomszédságba került egy nagy sebességű vasútvonal, és őket senki sem kártalanítja. A vasútállomást a Szeged-Szabadka vonalon is most újították fel, tehát ez egy jó éve
lett újjáépítve. Ez egy klasszikus nagymagyarországi MÁV épület stípus, ha jól tudom, a D-nek hívják, tehát kvázi a legkisebb. Ami az érdekes, hogy miután felújították, nekem nem úgy tűnik, hogy itt bármiféle munka folyna, hát a szemétből is látszik egyébként az ajtóba, és tulajdonképpen jegyet se tudnánk venni, ha akarnánk. Ez a szakasz több mint egy évtizeden át zárva volt, és a szerb-magyar történelmi megbékélés nyomán sikerült végül ezt felújítani közös erővel. Természetesen ez is elhúzódott, többek közt a Mészáros lőrincék miatt, vagy amiatt, hogy a nemzetközi szabványok nem stimmelnek, és pontos összeget most hirtelen nem tudok mondani, de ennek a költsége is hatalmasat ugrottak idővel, és elhúzódott az átadása is. És mint láthatjuk, mindösszesen ketten szálltak fel a vonatra, nem szállt le senki, egyébként napi 4 járat van. Fel a kérdés, hogy mennyire éri meg igazából ennek a vasútnak így a fenntartása. A vasútnak többek között az is lehetett volna a célja, hogy az emberek innen átjárnak Magyarország Szegedre dolgozni, vagy Szeged környékére, de mivel a menetidő az a határ miatt noha csak 30 kilométerről van szó összesen Szeged és Szabadka közt, 1 óra 40 perc. Az biztos, hogy az itt dolgozó emberek kivétel nélkül kínai munkások voltak. Topolya határában felépítettek egy épületanyaggyárat, tulajdonképpen hatalmas betonkeverő rendszerrel, hatalmas nyersanyagraktárakkal, tehát hegyformába álltott az úzalék, az úzott kő, illetve a térkő, stb. Ezeket nem is mindig Szerbiából szerezték be, de azt azért nem mondom, hogy Kínából hozták, de a hazai piacot valamennyire ismervén én szokatlan márkajelzéseket láttam mondjuk a térkőcsomagokon, az alumínium szegély csomagokon, a szigetélanyagoknak a csomagolásán, ezeket nem gyomoztam ki tulajdonképpen, hogy honnan származnak, de az ember szeretné azt, hogyha a hazai gazdaságot úgy fejlesztenék, hogy itt meglévő alapanyagokat használnak, de ha már azt látjuk, hogy a munkásokat is importálják, miközben egy óriási volumenű építkezésről van szó, ennek nem az az oka, hogy a kínai munkások tudnak csak úgy építeni, mint a hazai munkások, egyszerűen az oka, hogy a kínai befektető ezen a szinten takarékoskodott a befektetésen. Na, megérkeztünk a szabadkai pályaudvarra, ami átépítés alatt áll. Az külön érdekes kérdés, hogy mire való ez az egész szakasznak a felújítása, tehát hogy egy ilyen hiper-szuper gyors vasút legyen, és ugye ez is a kínaiaknak az új sejem útjának a részét képezi. A probléma csak az, hogy Belgrádtól délre semmi nem épül, tehát hogyha el is készül a Budapest-Belgrád szakasz, és ugye ez a szabadkai rész, felmerül a kérdés, hogy ez hogyan hasznosítható, vagy mire, mert ugye Belgrádtól ugye Szaloniki kikötőig menne a vonal, ahonnan a kínai árukat behajóznák, de hát ez egyelőre annyira a távolba veszik, mint ahogyan a múltba veszik ennek a felújításnak, vagy átépítésnek, vagy újjáépítésnek a története, és úgy tűnik, hogy ennek soha nem lesz így ilyen értelme vége. Hogy ez hogyan lesz kihasználva, ez kétséges, mint mondtam, hogy Belgrádtól lefelé, vagy Belgrádtól Horvátország felé nincs semmiféle vasúti közlekedés, vagy pláne jó vasúti közlekedés, ami megfelelne, hát hogy úgy mondjuk a 21. századi követelményeknek. A Románia felé pedig egyáltalán szinte semmi sincsen, tehát hogy igazából értelme akkor lenne, hogyha ezek a régi vonalak is beindulnának, de erre egyelőre még politikai akarat sincsen, nem hogy valamiféle terv. Mint látjuk, a kétnyelvűségnek vannak itt hagyományai, de ez most így sikerült, az ékezetek Szerbiában lekopnak a magyar betűkről, ahogy ezt Radnót is megírta Anna.
az építkezést megnézzük, akkor hanyagmunkát látunk. Azt látjuk, hogy gyakran a zsinort kihúzni alapművelese történt meg. Hepehupás felületekről beszélünk, mozgó térkövekről, a vízszintesek nem mindig vízszintesek, az egyenes vonalak kanyargósak, a heggesztések csúnyák, nincsenek visszakalapálva, a vakolások, a betonjavítások csúnyán látszódnak, sokszor átgondolatlan, később fúrnak olyasmit, amit igazából tervezés során be kellett volna tervezni, nem tudom, áramvezetékről, drénrendszerekről beszélünk, ezeket később fúrták be, korlátrendszerek nagyon esetlegesnek tűnnek, illetve egy ekkora összegű beruházásnál szokatlanul ócska minőségűnek, vagy csúnyának egyszerűen, tehát egy modern vasútvonalán az azt várjuk, hogy mutasson is valamit, tehát szép, akár krómozott korlátokat tudnánk elképzelni, ehelyett ilyen festett vas korlátokat látunk. A Topolyai vasútállomás felújított épületét nézzük meg, még erősen dolgoznak. Kicsit így vicces, hogy négy vágány is van. Valójában itt egy falusi szintű állomásról van szó, ahol majd néha felszállnak tizen mondjuk rá a vonatra, hogy elutaznak Szabadkára. Igen, hát ezt csak felújították. Itt régen egy szép nagy kandalló állt, és azzal tüzeltek, bár amikor én itt utazgattam, nyilvánvalóan soha nem volt begyújtva a kandallóba. Furcsa és értetetlen, hogy kihagyták teljes mértékben a szerb építőipart ebből. Ezt nem tudom, hogy ez mennyire lesz így Magyarországon. Mondjuk az ország második legnagyobb építkezésének, ha nevezhetjük így, a Belgrád Waterfront, a Belgrád a vízen, vagy tehát a Mini Dubai, belgrádi Mini Dubai építkezésen szerb cégek szerepelnek, de hát ez egy nagyon jó állatorvosi ló lehet akár a magyarországi rákospalotai építkezéshez. Érdemes megnézni, hogy történik ez, milyen rendszerközeli cégek kapnak itt munkát, hogy tulajdonképpen ez megmutatja a hatalomnak azt az arcát, amikor biztosítani kell bármi áron megrendeléseket a hozzánk közel álló oligarcha körnek. Ez a fő motorja tulajdonképpen ezeknek az ilyen nagy beruházásoknak. De hogyha ennek jó a megvalósulása, igény van rá és el tudják adni, akkor ez egyfajta hápogásnak vagy ilyen kákán is csomót keresésnek tűnik, hogy ki építette mennyit és hogyan. Hogyha drágán építette és drágán adják el, akkor ez gazdaságra teljesen indokolt is tud lenni.